A nyár egyik legrangosabb komoly zenei rendezvényén vagyunk túl, mely a múlt hétvége folyamán összesen mintegy 700 embert vonzott a Kastély udvarára, a zsinagógába vagy a IMK színház termébe. A budapesti vonósok 24. Haydn fesztiválja kedvező fogadtatásra talált a pápai közönségnél. Pénteki napon kegyes volt az időjárás, így jó hangulatban több száz néző előtt játszott a zenekar az Eszterházi Kastély udvarán. A nyitó hangversenyen Szokolai Ádám zongora művész közreműködött. Szombaton a zsinagóga adott otthont a szintén hatalmas sikert aratott koncertnek, melyen Harcsa Veronikával közösen varázsolt el a közönséget a zenekar. A fesztivál záró napján pedig a Táncok estéje című előadást az eső ellenére a szervezők gyors reagálásának köszönhetően a IMK színház termében élvezhette a közönség. A budapesti vonósok által életre hívott Haydn Fesztivál kulisszáit idén városunk biztosította. Az Eszterházi Kastély, a zsinagóga és a Jókai Mórművelődési Központ színházterme szolgált otthonául a páratlan zenei csemegének. A fesztiválról Pilc Jánossal, a kamarazenekar koncertmesterével beszélgettünk. Pápára idén tavasszal kerültünk egy olyan felvétel kapcsán, amikor a zsinagógában felvettük Schönberg Megdicsőítés című darabját, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy annyira megragadott a város, a légkör, annyira szívélyesen fogadtak minket, hogy aztán egyszer csak így beugrott nekünk, hogy hát itt van ez a fantasztikus kastély, és hogy tulajdonképpen ez ugyanúgy Eszterházi kastély, és milyen nagyszerűen meg lehetne rendezni itt ezt a következő Haydn Fesztivált, és tulajdonképpen így indult a dolog. Aztán ugye ez már nagyon hamar realizálódott, és most hirtelen itt is vagyunk már a sűrűjében. A nyitóest szólistája Szokolai Ádám zongora művész volt. Egész kiskoromban, pontosan nem emlékszem melyik évben, de ilyen 12-13 éves koromban akkor játszottam egyszer, és akkor is éppen szabadtéren, akkor a Vajdahunyadvárnak a kertjében játszottunk egy Mozart Ádúr zongora versenyt, úgyhogy most nagyon örülök, hogy újból összejöhettünk a zenekarral. És hát nagyon szeretem ezt a zongora versenyt is Haydntól. Haydn D-dur zongora versenye. Ennek a harmadik tétele, ez kifejezetten, hát ő úgy érezte, hogy ez a magyaros stílus, mert a rondo alla ungaris, ez ugye illik is ide. Thank you.
A fesztivál második napján, szombat este, ismét egy különleges zenei élmény várta az érdeklődőket. A Budapesti Vonósok és Harcsa Veronika műsora varázsolta el a közönséget. Harcsa Veronika az egyik legsikeresebb hazai jazzénekes, Európa szerte ismert, fellép kis klubokban és nagy koncerteken is. Igaz, az utóbbi időszak csendesebb volt. Mindannyiunknak voltak nehéz pillanatai, függetlenül attól, hogy ki milyen szakmát űz, azt hiszem. A zenészeket különösen intenzíven érintette az elmúlt időszak, ugyanakkor pedig most van az első egy-két hét, amikor tényleg belelendülünk újra a munkába és a koncertezésbe, és most nagyon-nagyon töltenek a koncertek, úgyhogy nagyon örülök annak is, hogy itt lehetek ma este. De azért nem volt teljesen eseménytelen ez az elmúlt időszak, hiszen azért dolgozott. Hogyne, mindenki megpróbálta kihozni az időszakból, amit lehetett. Voltak persze online koncertek is, illetve lemezfelvételeket is készítettünk, írtunk új darabokat, én magam is használtam az időt arra, hogy megtanuljak, bepróbáljak olyan anyagokat, amik nagyon sok időt igényelnek, és nem biztos, hogy egy turné időszak közepén meg tudtak volna születni. Koncert helyszíne a zsinagóga volt, az a hely, ahol tavasszal már muzsikáltak a Budapesti Vonósok, s elvarázsolta őket a tér akusztikája, hangulata, épp úgy, mint Harcsa Veronikát. A közös munka még friss keletű, de nagyon ígéretes. Ez a harmadik közös fellépésünk, úgyhogy annyira tulajdonképpen még nem régi, és eddig még csak Budapesten játszottunk közösen, úgyhogy örülök neki, hogy itt is ezen a nagyon különleges helyszínen is zenélhetünk együtt. A zenekar hívott fel engem, ők kértek föl, de az igaz, hogy nem ez az első alkalom, hogy klasszikus zenészekkel játszom együtt. Nagyon fontos számomra a klasszikus zene, bár én jazz énekes vagyok, jazzt tanultam, és jazz van a diplomámba írva, de ezzel együtt gyerekkoromtól fogva nagyon sokat hallgatok klasszikus zenét, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon fontos nekem. És hál' Istennek egyre több alkalommal előfordul az, hogy együttműködhetek klasszikus zenészekkel. Tipikusan olyan repertoárokat adunk ilyenkor elő, amik valamilyen módon összekapcsolják a klasszikus zenét és a tánczenéket, vagy a jazzt. Ez ma este hogy fog történni? Pontosan így, ma este is klasszikus művek, tehát például Ravel dalok is lesznek repertoáron, de felcsendülnek Gershwin örökzöldek is, és egy kicsit el fogom mesélni a közönségnek azt, hogy ezek a darabok kortársak, hogy ezek a darabok akár még hathattak is egymásra, hogyha a szerzők hallgatták egymás műveit. Desert caravan.
vasárnap egy különleges kastélytúrának lehettünk részesei. Bár maga Haydn nem járt itt ebben az Eszterházi kastélyban, de mégis azt hiszem, hogy a zenéje annyira ideillő, annyira ezekhez a termekhez van, hogy úgy mondjam, kitalálva, hogy ez volt az ötlet, hogy a szokásos kastélyvezetés alkalmával valamennyi terem úgy legyen bemutatva, hogy tulajdonképpen egy arra asszociáló zene is szólhasson. Így a Kápolnában például Krisztus hét szava keresztván című darabjából játszanak a zenekar muzsikusai, de többen pedig vonós négyes részleteket vagy más kamarazenéket játszanak a különböző szalonokban. És tulajdonképpen egy nagyszerű érzés, tulajdonképpen ezek idevaló zenék, tehát ezek egy ilyen helyre lettek teremtve, úgyhogy nagy örömmel játszunk ezeken. Kápolnába érve az egyházi zene segít, hogy pár percre ráhangolódjunk arra, amiért ezt a teret létrehozták. Haydn bőven komponált nagyszabású énekes zenekari egyházi műveket, miséket, oratóriumokat. A Krisztus utolsó hét szava a keresztfán merőben eltérő formát öltött. A megrendelés Cádizból érkezett, tudjuk, hogy Itáliától Londonig mindenütt ismerték Haydnt, mégis különös belegondolni, hogy Spanyolország óceánban nyúló félszigetén, Gibraltártól nem messze is tőle kértek zenét a nagyheti áhítatossághoz. Joseph Haydn a klasszikus stílus egyik legnagyobb mestere 1732-ben született. A barokk utolsó évtizedeiben kés stílus határán nevelkedett. Az átmeneti kor zenéjében Európa szerte virágzik a gálán stílus, kedvesség, kecsesség és komolyság jellemzi. Haydn fiatalkori billentyű zenéje nagyszerű példa erre. A 1796-97 telén bécsi uralkodói körökből érkezett a megbízás egy császári himnusz komponálására, amely az angol himnuszhoz hasonló és felveheti a versenyt az akkor néhány éves La Marseillaise-zel szemben. A dallamot II. Ferenc császár születésnapjára nyomtatásba küldték szét birodalom szerte. Később Ausztria és Németország is nemzeti himnuszává tette, Haydn pedig még abban az évben egyik fonos négyesének lassú tételében variációkat írt hozzá.
Főúri szalonok elképzelhetetlenek zene és tánc nélkül. A kontratánc és a menüet két olyan tánc típus, amelyet a 18. században Európa szerte mindenütt kedveltek. A 16. század végétől voltak jelen az udvarokban, Haydn korában pedig már tánc nélkül is fontos részét képezték a zeneműveknek. Két kórusos, két egymással szemben álló együttest alkalmazó technika évszázadok óta kedvelt volt a zeneszerzők körében. Hatásossága és nagy ereje miatt a reneszánsz és a barokk korban is főleg nagyszabású egyházi művekben használták, itt viszont egy könnyedebb műfajban találkozhatunk vele. A kutatók vitatják, vajon eredeti Haydn kompozícióról van-e szó, az viszont biztos, hogy a divertimento, ami olaszul szórakozást, mulatságot jelent, a bécsi klasszika korának legkedveltebb társasági műfaja volt. A történet azért is izgalmas, mert sok minden rejtőzik a színfalak mögött. Az 1770-es évek közepéről származik hat Haydn szonáta, a címük szerint szóló hegedűre Brácsa kísérettel. Az évtized második felében Esterházán jelentősen fellendült a színházi élet, és annak minden zenei feladata Haydnt illette. Kottát másolt, átiratokat készített, szervezte és vezényelte a zenekart, mindeközben pedig saját operáit írta. A fesztivál zárónapján a Táncok estéje című előadást láthatták az érdeklődők. Az est első felében a 18. század, majd pedig a 20. század zenéjébe kalauzolta a közönséget a zenekar. A produkciót színesítette a Campani Canario historikus táncegyüttes, az Egri Gárdonyi Géza Színház táncműhelyének művészei és Magyarország vezető tangópárosa Kulik Johanna és Korom Péter. A közelmúltban merült föl egy olyan ötlet, hogy tulajdonképpen kicsit próbáljuk meg a zenét és a táncot úgymond teljesen így összehozni egy koncerten belül. Méghozzá úgy, hogy ugyanakkor azért ne csak kimondottan úgynevezett talpalávalót húzzunk, tehát tulajdonképpen nagyon igényes zenéket próbálunk megjátszani, de olyanokat, amik azért mégiscsak tánczenei ihletésűek, hiszen a kettő azért nagyon közel van egymáshoz. A zenéknek egy nagyon nagy része táncolható, vagy legalábbis önkéntelenül is táncmozdulatokat generál az emberekben, és így esett a választás. Hát egyrészt Haydnnak vannak nagyon szép menüetje és kontratáncai, ebből lesz egy csokor. Másrészt pedig ez egy nagyon érdekes kirándulás lesz a magyar argentin zeneszerző Astor Piazzollának a Négy évszak Buenos Airesben című darabja, amire viszont meg tangózni lehet, mert ez meg ízig-vérig tangózene mind a négy. Thank you.
A honfoglalás korában a nők viselete hasonló volt a férfiakéhoz, ám gazdagabb díszítés jellemezte. Ez is kiderült a régészeti sorozat második alkalmán, ahol Szigeti Judit a honfoglaláskori női viseletről beszélt. Az alkalom ezúttal két előadást is kínált az érdeklődőknek, hisz Rózsa Zoltán a régészet kihívásairól beszélt, többek közt a leletek beazonosításáról. A két régész a Várkapitányság ZRT munkatársa. A honfoglalás korában többféle népcsoport érkezett és élt a Kárpát-medencében. A vegyes etnikumú lakosságnak a viseleti módja eltérő volt. A ma ismert honfoglaláskori viselet a társadalom szűk rétegére volt jellemző. A régész külön szólt tágabb pátriánk a Dunántúlon egykor élt hölgyek ruházatáról. A Dunántúlon úgy sejtjük, hogy tovább élő avarészszláv közösségek élhettek, és az ő viseleti formájuk azért jelentősen eltért a Árpád népe 895-ben beköltöző honfoglalók viseletétől. Előszeretettel viselik a karikaékszereket, kar, készfej, nyakba, haj viseletként, és nem jellemző őket annyira a túlzott ezüst és aranybőség a ruházatukon, de ettől függetlenül valószínűleg ugyanolyan szép volt a viseletük, csak ezt már nem tudjuk, mert ez textilek, bőrök és mindenféle ilyen mára elkorhadt anyagokban lehetne megfigyelni. A leletek azt mutatják, hogy például a felső Tisza vidéken díszesebbek voltak a hölgyek viseletei. Ezüst nagy száma a ruházaton, kaftánon, az ingnyak díszek a hölgyek viseletén, a férfiak viseletére jellemző tarsolylemez, nőknek hajfonatkorong, mindent ezüstbe ültetnek át, ami valószínűleg korábban meg lehetett nemezbe és bőrbe is, de a kalandozó hadjáratokból nagyon sok ezüst áramlik az országba, és egész ruházatukat tele ékesítik ezüsttel és aranyjal. A honfoglalás korában a nők és a férfiak ruházata hasonló volt, de a hölgyek már akkor is ügyeltek a díszítésekre. A legnagyobb eltérés az a lábbeli viseletben mutatkozik, ugyanis a felső Tisza vidéki, tehát az eredeti honfoglaló viseletre jellemző csizmákat csak a hölgyek díszítették veretekkel, a férfiak csizmáján nem voltak veretek. Például ez egy nagy különbség a férfi és a női viseletben. De ugyanúgy viseltek a hölgyek is ingret és kaftánt. Hajfonat korongot inkább a hölgyek viselnek, a férfiak varkocs karikákat. Természetesen a nők mindig jobban díszítik a hajukat és a fejfedőjüket, mint a férfiak. A férfiaknak az őv veretek és az őv díszítése volt a hangsúlyosabb. A másik előadó Rózsa Zoltán volt, aki az Orosházi Múzeum igazgatója volt majd két évtizeden át, most a civil szakmai kapcsolatok koordinátora országos szinten. Ő is épp úgy, mint dr. Pétervári Tamás, nagy támogatója a közösségi régészetnek. Mint mondta, a civilek nagyban segítik a tudományos munkát. Egyre több és egyre élőbb kapcsolat alakul ki a civil és a szakmai berkek között is, és ez gyakorlatilag, hogy is mondjam, kollegiális viszonynak értem meg mindig is, és partneri szemlélettel közelítettem én magam is azokhoz a jó szándékú civilek felé, akik az élet különféle területeiről érkeznek a múzeumokba. Itt Pápán is egyébként, de mindenhol igaz az egyébként, hogy ez egy rendkívül színes paletta. Tehát itt az élet mindenféle területén dolgozó és működő emberekről van szó, akik önmaguk is nyilván egy nagyon színes társadalmat képviselnek, és hozhatnak be a múzeumba. És így gyakorlatilag ez azt az állóvizet is fel tudja mozgatni egy kicsit, ami általában jellemző azért a magyar muzeológiára. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó dolog, nem csak a szakmai kapcsolat, hanem a civil szakmai kapcsolat is legalább, hanem fontosabb ebbe az egész történetbe. A leletek beazonosítása kapcsán a szakember elmondta, könnyebb dolga van a régésznek egy-egy feltárás során. Például viszont, ha a közösségi régészet keretében a földfelszín közeléből kerülnek elő a tárgyak, akkor nehéz meghatározni a korát és funkcióját. Segíthetne ebben egy nagy adatbázis, valamint a külföldi szakirodalom ismerete is. Nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség volna egy olyan adatbázisra, amelyben az ország összes tárgyát, ha nem, nyilván nem lehet mindet, hiszen milliós nagyságrendről beszélünk lassacskán, de föl lehetne vinni, és meg lehetne nézni, hogy bizonyos tárgyak hol kerültek eddig elő, és bizonyos tárgyak hol nem kerültek eddig elő. Ez kell egy hasonló méretű összefogás. Nem is nagyon, hogy is mondjam, pénzkérdés ez elsősorban, hanem akarat.
kapcsolatkérdés és szemléleti kérdés. Tehát például az Orosházi Múzeum gyűjtőterületén vannak olyan tárgyak, amit mi egyszerűséggel csak Nyílhegynek, sőt, finoman fogalmazott paraszt Nyílhegynek neveztünk, mert olyan részből, lemezből készült Nyílhegy formájú kúpos tárgyakról van szó. És hát sikerült rájönni arra német alföldi ábrázolásokból és nyugat-európai ábrázolásokból, hogy ezek a zsinór befűzésére szolgáló úgynevezett agletek, aminek magyar neve is van, amit zsinórhegynek hívnak egyébként, és hogyha bárki otthon szétnéz, megtalálja őket egyébként, tehát a cipőpertlitől kezdve, egy csomó helyen ott vannak ma már műanyagból, de ez gyakorlatilag létezik a középkor óta, sőt már a római korban is ezek megjelennek, ezek a bizonyos agletek. És hát ezekről sikerült nagy valószínűséggel bebizonyítani azt, hogy ezek nem parasztnyílhegyek voltak, hanem ezek a különféle zsinórok befűzésére szolgáló alkalmatosságok. A régészeti sorozat természetesen folytatódik, legközelebb július 30-án Vára, kincsek és rablók nyomában címmel hallhatnak előadást az érdeklődők. Harminc évvel ezelőtt, 1991-ben indult útjára a református kántorképzés pápám. A 3 hetes nyári kurzusokon általános és középiskolás, valamint egyetemista fiatalok vesznek részt, akik több éves munka után vizsgázhatnak és vehetik át a kántorok levelet. Az idei tanfolyam záró alkalmát az Ótemplomban tartották. Veresné Petrőc Mária volt az, aki szorgalmazta a pápai kántorképző elindítását 1991-ben. Sokan segítették és támogatták, de az ő hűsége és kitartása biztosította a tanfolyam 30 éves létét. Az eleje az elég viszont tagságosan indult, kevesen is voltunk tulajdonképpen, 6-7 tanárral próbáltuk meg, tényleg szűk körülmények között, de azért volt egy pár harmóniumunk, amit Tapolcafőről hoztunk, Keneséről hoztunk, és hát volt maga az orgona, ami biztosította számunkra azt, hogy maga az orgona is, mint hangszer, ami létfontosságú egy kántornak itt van. Tanított közöttünk anno a gimnáziumének tanára Csizmadia Márta, aztán Lendulati Attila, Hoppálné Zsuzsika tanárnő, Péter édesanyja. Úgyhogy az volt az első nagy induló csapat, akikkel úgymond dolgoztunk, és akkor annak az kezdetnek egyben tartozéka is volt, hogy Kárpátaljáról, Erdélyből, felvidékről jöttek hozzánk diákok, és felcseperedtek ebből az induló csapatból. És bizony közel 80 kántort neveltünk ki, és most a tantestületünk jelentős része már a kineveltekből végzi a szolgálatot, segít, gyakoroltat, tanít, oktat, úgyhogy ennél nagyobb öröm nem lehet egy tanfolyamvezetőnek, hogy tulajdonképpen a saját gyermekeiben örvendez. A tanfolyamon itt pápán kezdettől fogva nem volt meghatározva a korhatár. Tehát jöhettek akár 6 éves kortól, és hát mondjuk azt, hogy az időtlenek épp úgy becsatlakozhattak. Most is van olyan, aki az idősebb
korosztályt képviseli rajtam kívül, de az üme inkább az általános iskola, gimnázium, és hát nyilvánvaló az egyetemisták, amit tanulnak. Ez egy meghatározott országos tantárgyfelosztás, amiben kivételesen itt Pápán mindenki tanul karvezetést, tehát a kicsi is, hogy elindítsuk a szabad karját, azt a fajta mozgást, ami bármi történik, ő ezt tudja vinni. Néha döcögve indul az eleje, de érzik, hogy milyen felelősség. És nyilvánvaló, ami hozzátartozik a mi szolgálatunkhoz, ismerje a gyülekezeti éneket, tudjon hangszeren boldogulni, ez a kezdet-kezdetén harmónium, és amikor megfelelő szintre érkezik, akkor folytathatja az orgonát, nyilván akkor, ahogy mondtam, a karvezetés, és az általános zenei tudást pedig a szolfés ismeretek, vagy a zeneelmélet ismeretek építik tovább. A csoportjaink ABCD, mindegyikből általában kettő van, tehát A1-A2, és ez tart D-ig. A CD a magasabb évfolyam, ők már külön dolgoznak, most is látható lesz majd, hogy a CD kórusból vezényel kettő, aki kimagasló teljesítményt nyújtott, és aki elérte a D2 tanfolyamot, záróvizsgát tesz, ez mindig az utolsó napok valamelyik estéje, a záróvizsgát pedig követi a kántorvizsgára bocsátás, ez tegnap megtörtént, Istennek hála, 7 új kántort bocsát. Ugyan van most, aki fél kántorvizsgás, mert ez is Pápának a sajátossága, hogy mi megengedjük, hogy egyik éven két tárgyból, másik éven pedig a következő kettőből tegye le a kántorvizsgát. A 3 hetes kurzusok nagyon intenzívek, reggeltől estig tartó elfoglaltságot jelentenek a résztvevőknek. A tantárgyaink azok felülelik tulajdonképpen mindazt, ami egy kántornak a feladata. Tehát némi zenetörténeti és orgonaismereti ismeretanyagon túl természetesen a karvezetés, az orgonajáték és a gyülekezeti éneknek a megtanulása, megtanítása. Idén 35-en vettek részt a tanfolyamon, és 7-en tettek vizsgát. Máté Kincső Eszter is megkapta kántori oklevelét. Ő már 7. éve jár Pápára. A kántorképző egyfajta iránymutatást ad azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne még a gyülekezettel fejleszteni. Gondolok itt például az énektanításra, hogy új énekeket hogyan lehetne megtanítani a gyülekezetnek. Szóval mindenképpen sok új ötletet ad ez a 3 hét. Jók a tanárok, jók az emberek, és lehet, hogy sok óránk van, megfeszített munkarend, de közben itt van egy nagyon remek társaság, ahová öröm visszatérni minden egyes nyáron. A tanfolyam záró istentiszteletén Barát Julianna hirdetett igét, majd Hoppál Péter, a Magyarországi Református Egyház zsinatának tagja köszöntötte Beresné Petrőc Máriát. Hoppál Péter maga is tanított a pápai kántorképzőben. 30 évvel ezelőtt indult útjára a rendszerváltoztatás után a dunántúli református kántorképzés, és 30 évvel teltével most már a gyermekeim járnak ide Pécsről hallgatóként. Én akkor frissen főiskolai egyetemi hallgatóként lehettem a tantestület tagja, és a szervező tanfolyam, vezető tanfolyam igazgató Veresné Petrőc Mária hűségét dicséri ez a 30 év. Mert hogy az első évfolyamokból, sőt az első évtizednek az évfolyamaiból kerültek ki, aztán később nagyon nagyszerű tanárok. Én csak 10 évig tanítottam az első szezonban még a 30 esztendőből, és aztán az akkori kiválóságok váltak tulajdonképpen a tanár utódokká, akik ma fiatal kiválóságokként oktatják a zeneelméletet, az egyházi éneket, a szolfést, a karvezetést, és nyilván a harmónium, vagy orgonajátékot, liturgikus orgonajátékot. Hemzsegek az élményektől és az emlékektől. Ma a Magyarországi Református Egyház Baranyából megválasztott zsinati képviselőjeként jöttem köszönteni
az ünnepi 30 éves jubileumi dunántúli kántorképzőt, és fontosnak tartjuk az egyházi vezetésben, hogy ez a missziói ág, az egyházi zene, ez valóban a fiatalokat is szólítsa meg az ő nyelvükön. Vannak, akik a kántori szolgálatban vesznek részt szívesen, őket tanítjuk és lépésről lépésre vezetjük, és elkísérjük a kántori szolgálatig, és vannak, akik az egyházi könnyedebb zenében nyilvánulnak meg, és a köré gyűjtik a csoportjaikat. Egy a fontos, hogy az Isten dicsérete hangozzék, és minél több helyen jusson, érjen célba. Ezt itt Pápán kiválóan végzik 30 esztendeje, úgyhogy örömmel jöttem köszönteni. A záró alkalmon a kántorképzősök kórusa szolgált és adott koncertet. A bor nehéz munka gyümölcse, becsüld azzal, hogy megiszod. Ez volt az idei döbrési bortúra mottója. A Tapolca Fői Kertbarátkör 3 évvel ezelőtt invitálta először kóstolóra a hegylevének kedvelőit a falu határában, a Döbrés dűlőben levő családi szőlészetekbe. Az idei kóstolótúra ünnepélyesebb volt, mint az előző években, hiszen felavattak egy emlékhelyet a borút bejáratánál. A Forrás Népdalkör nótája nyitotta a 3. döbrési borutat, melyet fenyegetett az eső, de aztán a felhők is jobbnak látták, ha elvonulnak. Az első érkezők és a kertbarátkör tagjai részt vettek az új döbrési emlékhely felavatásán. Kis Zoltán versmondását követően Somogyi Zoltán elnök köszöntötte a megjelenteket. Az emlékhely kialakításának gondolatát az itt láthatott felajánlott szőlőprés adta. A borkészítés egyik nem becsben tartott eszköz a prés. Az itt láthatott több mint 100 éves prést felújítottuk azzal, hogy a nagy közönség elé tárjuk. Ekkor ötlött bennünk az, hogy a kiállított prés mellé egy táblát helyezünk, majd Döbrés szőlőhegyet hirdeti, megjelölve a szőlőgazdák patronusát, Szent Orbán pápát. Legyen az emlékhely mindenkori Döbrés szőlőhegy szőlős gazdák emlékműve is, mely hirdeti a szőlőművelés szintelét. Somogyi Zoltán elmondta, hogy Megyeri László és családja ajánlotta fel azt a területet, ahol az emlékhelyet kialakították. A megnyitó után aztán elkezdődött a hagyományos program. A Tapolca főiek szeretettel, finom borokkal, jó ízű falatokkal és vidám történetekkel várták a látogatókat. A szőlő nagy része Otello, és a apukám 83 körül, mikor katona voltam, akkor telepített 3 sor Zweigert. Nagyon nagy élmény volt, először jöttem haza, és mindjárt harcászkodhattam is, mert kézzel kezd leásni az összes tőkét, és szigorúan kimérte a szélesség, hosszúság, mélységet. Úgyhogy örültünk, hogy visszamertünk katonának. És milyen a bor? Hogy sikerült például a tavalyi? A tavalyi
szerintem kellemes, ismerőseim, akiknek nagyobb a tapasztalatuk, azt mondták, ízletes és jó. Egy kicsit a vírus időszak alatt a kezelésbe nem volt olyan könnyű, mivel hogy azért eltöltöttem én is egy másfél hónapot kórházba, és az az időszak a karácsony lett, amikor a borokat jobban fájtani, meg átva, az egy kicsit késed, de úgy érzem, hogy elfogadható és íható, mint ahogyan látjuk a barátaimnak. És akkor segít a további gyógyulásban. Nem, az mindig segít, az ember megtartosodik. Tehát idefelé nehezen az ember, arra felé már gyorsabban. Idén is volt szép pohár, melyet erre az alkalomra készítettek a kertbarátok. Ezt akár vissza is lehetett váltani a kóstoló után, de a tapasztalat azt mutatja, hogy sokan hazaviszik emlékbe. A Döbrésen sétálók láthatták, hogy bár vannak területek parlagon is, nagyon sok a gondozott kert, melyben nem csak szőlő van. Mert a szőlő mellett mindig van egy kis szabad szántóterület, és az az igazság, hogy én is szoktam ide veteményezni, például borsót is, mert annyira meleg a talaj, hogy például, ha egy időbe vetem el otthon a kertbe, és itt egy héttel biztos, hogy előbb van a borsó, tehát melegebb a talaj, meg úgy érezzük, hogy még a sárgarépa, meg a zöldség is édesebb. Tehát jó akkor itt a talaj, úgy tűnik. Igen, igen, biztos, hogy ez talaj függvénye. Úgyhogy én is paprikát is ültettem ide az új rakás közé, hát gyönyörű. Pedig tényleg saját nevelésük is, nagyon pici kis palántákat raktam el, és most nagyon szép ez az eső, most nagyon kinevelte. A hagymát már fölszedtük, gyönyörű lett fokhagyma, vöröshagyma. Azért nehéz művelésű talaj, mert nagyon köves ez a rész, de azért jó talaj. Mennyire népszerű itt a Döbrésdőlő, mert látni parlagon heverő parcellákat is. Hát igen, sajnos, akik meghaltak, vagy a gyerek nem folytatja, azok sajnos... Arról nem nagyon tudok. Hát egy páran azért vettek itt szőlőt, meg hát főleg az idősebb korosztálynak van, de például a mi fiunk azt mondta, hogy ő igényt tart rá, hogy legyen egy kis darab szőlő saját szükségletre. A gondozott sorokban nagyon sok munka rejlik. Takácsi Kálmán például, ha csak teheti, kint van a Döbrésen. Én január 1-től december 31-ig. Én minden nap jövök, majdnem minden nap, úgyhogy találok magamnak elfoglaltságot, találok munkát. A szüret kivételével gyakorlatilag a munkálatokat 90%-ban magam csinálom, illetve az unokatestvérem a gépi munkát. Ő traktoroz, ő kultivátoroz, ő hordja pótkocsival le a szőlőt, mert van ez a négy sor 150 méter hosszan a villanyoszlopig, meg még fönt van 6 sor ilyen 45-50 méteres. Hála jó égnek az idejében megadatott, amit már évek óta készültünk rá, vártunk rá, hogy elkészült ez a pályázatos villamos hálózat, és hát folyamatosan kötik. Bárhol már megvolt, az létesítmény épül át valamilyen szinten, oda már most működik mindegyik, úgyhogy hűtőt lehet, 10 évvel ezelőtt kellett volna, mert akkor már lehet, hogy itt egy egész borházat építettem volna magamnak, és akkor itt a hét nagy részén mindig itt élveznénk a jó levegőt, a friss levegőt, mellette meg csipegetnénk a szőlőt. De tényleg komolyan korán kellett kezdeni. Az időjárás, amikor megengedte azonnal, kezdetben féltem, már nagyon gyengének mutatkozott az indulása, és valahogy a természet az olyan, hogy egyszer csak átváltozott, és mutatni az, hogy hibátlan. Nem sokszor pármát ültem én se, én 5-ször legalább, de nem látni rajta különösebben bajt, betegséget, és bízunk abba, hogy még ezt a jó két hónapot. Ma azt szoktam mondani az apósom, meg hát a feleségem nagypapája, hogy még szeptemberben is, hogy még sokszor kint alszik a szőlő. És a bor majd akkor dől el. Jónak mutatkozik, úgy látszik, gondolom, ebbe egyetértünk itt, akiknek van mindenkinek, mert tényleg egy kicsit a sok rossz után már kárpótolta magát. Ez az év eddig, reméljük, nem lesz rosszabb.
kellemes kortyok és falatok, valamint Kossuth Gergő koncertje várta a Döbrési Borkóstoló látogatóit.